Nagyon megdöbbentő volt számomra, hogy amikor bejöttem az ajtón, hiszen nem gondoltam, hogy az esemény ilyen óriási méretű. Ez azt jelenti számomra is, hogy az egészségiparban eltöltött szerepe a szakmának az jól látszik, jól demonstrálja az a méret, ami kint látható, hogy mit is jelent Magyarországon ma a fogorvoslás az egészségiparon belül. A cikkek alapján második helyen vagyunk Európában, ami a tekintetben mér minket, hogy mennyi pénz kerül be az iparba külföldről, úgynevezett egészségturistákon keresztül. Azt gondolom, hogy ez egy igen fontos pozíció, és ezt meg is kell őriznünk. Mi az, ami nagyjából az elmúlt néhány évben történt, és mire szeretnénk majd a hangsúlyt fektetni? Hát nyilván a pénzről kell beszélnem első körben. Azt kell mondjam önöknek, hogy 2010-hez képest 22 milliárd forintról kb. 28,1 milliárd forintra nőtt az a támogatási összeg, amely az OEB-ből ebbe az iparba áramlik, ami nyilván kevés még mindig, azonban a tendencia egyértelmű, és jövőre is szeretnénk ezen emelni. Ami az alapellátást illeti, ugye korábban az alapellátási körből ki voltak zárva a kollégáink, abban a tekintetben, hogy nem tudtak két olyan programban pályázni, amely egyébként az általános orvosoknál rendelkezésre állt. Szeretnénk jövőre ezt a két lehetőséget megnyitni. Momentán arról van szó, hogy lehetett pályázni alapellátó orvosként praxis vásárlásra, illetve lehetett pályázni letelepedésre is. Ezt a két sort ki fogjuk nyitni az önök szakmája felé is. Egy szó mint száz, én nagyon bízom benne, hogy a következő időszakban is fogunk tudni újabb és újabb forrásokat allokálni az ágazat számára. Már csak azért is bízom ebben, mert öcsém is fogorvos, tehát vannak személyes érintettségeim ebben a témakörben. Szeretném azt kívánni, hogy a konferencia legyen sikeres, mindenki kapja meg azt, amiért idejött. Szeretném gratulálni a szervezőknek, hogy ezt a csodát ezt összehozták itt néhány nap alatt, ami itt ebben a hatalmas csarnokban található, és remélem, hogy jövőre ugyanitt és velem fogok találkozni. Köszönöm a figyelmüket!